Sziasztok, ez itt a Mögre csatorna, én Balázs vagyok, és ma végre, mivel megjelent az új DLC, új patch, nekilátunk egy új Crusader Kings 3 Let's Play sorozatnak. Nem tervezem túlságosan hosszú ezt a Let's Play-t, inkább csak visszarázódás, mielőtt nekünk a nagy kihívásoknak, hiszen vannak nagy kihívások. Itt amik megjelentek, ezek azért mindegyik olyan ország-specifikus achievement, az mind elég nehéz. Tehát itt az Empire of Tibetet kell újrakelni a Bocsempó, tehát a Bugel dinasztiával, a Samoszátából kiindulva kell Rumot létrehozni, aztán a Gurid birodalom egy elég hatalmas terület, és még az a Bétézer elé annyira nem is tűnik feltétlenül nehéznek. És akkor még van még a fikás achievement, szóval elég nehezek, úgyhogy most egy olyan fogunk nekiugrani, amivel még tartozom nektek korábbról, és ez nem is fog ennek megfelelően végigérni, ez a Royal Dignity lesz, Premise Lead-del kell kezdeni, Vratislav Premise Lead-del, és a HR-re trónjára kell felültetni a dinasztiánkat, úgyhogy a Bohémia királya is mi vagyunk. Úgyhogy ugorjunk is neki ennek. Ezt mondom, nem tervezem túlságosan hosszúra, inkább csak ilyen bele akarok most rázódni, vissza akarok rázódni a játékba. Engedélyezik az achievementeket, egy dolgot állítok át, méghozzá szokás szerint a mongolokat, akiket most jelenleg még nem találom, hogy hol a viharba vannak. Ja, meg a skandináv adventure-öket is én leveszem occasionally-re, mert nagyon bosszantanak, és szerencsére megengedélyez nekem a játék, hogy achievementeket így is szerezhessek, el is mentjük ezt. Megint csak mindig törölni szoktam mentésemet, de nem baj, megpróbáljuk. Jó, és akkor Gyuk Vratislav 34 éves, van egy fia, van egy lánya, nem, egy testvére és egy lánya, az mondjuk izgalmas, és így vágunk neki a kalandoknak. Itt is nőnk Bohémiában. Hát amúgy nem fogok most belekezdeni megint abba, hogy mik változtak, milyen újdonságok vannak. Inkább most az lenne a cél, hogy ezekkel már konkrétan interaktáljunk ezekkel a dolgokkal, illetve megszerezzünk olyan achievementeket, amik amúgy megszerezhetőek a sima run során, tehát nem tartoznak egy kifejezetten egy adott kultúrához. Például van egy ilyen achievement, amit már most látok, hogy meg lehet szerezni szerintem. Ez a... Várjatok, achievements, még mindig balkézzel játszom. Possible, itt is van. Van itt egy ilyen, hogy Delusion of Grandeur, be at least 6 levels above your court grandeur expectation, ez egyik. A másik pedig a... As a vessel to an emperor, have a higher court grandeur than they do. Tehát annyit kell csinálni, hogy fel kell vinnünk az a court grandeurünket elég magasra, viszont jelenleg még nincsen udvarunk, mert még nem vagyunk királyak, vagy királyok, viszont azt is elég gyorsan meg tudjuk oldani, hiszen Bohémia királyságnak számít, tehát csak annyi kell, hogy létrehozzunk egy hercegséget, és legyen 500 aranyunk. Szóval igen, ide majd elérünk idővel. Amit pedig majd el kell érnünk, az ugye a Holy Roman Empire-ön belül Heinrichnak a szintje, akinek a szintje jelenleg 5-ös, szóval annyira nem feltétlenül para dolog. De ne szaladjunk ennyire előre, Petition Leash, Pay Homage, I can petition my leash to help me resolve the challenges I face since your request which contributed to the guns of the granted. Tehát megkérdezhetem, hogy adjon nekem valamit. Gondolom kérhetem, hogy ültessen be a tanácsba is akár. A másik a pay homage, ez pedig elutazhatunk hozzá, és megpróbálhatunk beszélni vele, és ebből kapnék valamit, nem tudom pontosan micsodát, majd lehet, hogy kipróbáljuk. Viszont jelenleg még nem beszélem a császárom nyelvét, igaz? Mert én csehül beszélek, ő pedig neki a lingua franca az, vagy az udvari nyelv, azt itt meg tudom nézni, High German, de én nem beszélek High German, igaz? Amennyire tudom, mert cseh vagyok. Sajnos itt nem írja, amíg nem tudunk nyelvet, hogy amúgy milyen mi az anyanyelvünk, de feltételezem, hogy nem ismerem még azt a nyelvet. Szóval a High German-t nekem meg kéne tanulni. Vagy a Franconét kéne megtanulni. Ja, a Franconé High German beszél, igen. Ide jövök és azt mondom, hogy Learn Language, az jelenleg 34%-os esély, 6 év, hát ugorjunk neki, aztán majd meglátjuk, hogy ez hova fog alakulni. Nincsen lifestyle, de alapvetően harcos ember vagyok, úgyhogy marsallal megyünk, és viszont nagy csatákra nem számítok, úgyhogy legyen az authority-n a fókusz. Nem tudom pontosan, hogy fogunk még, mert az egész achievementnek a lényege az lenne, hogy ugye üljünk fel a császári trónra, nem tudom még ez hogy fogjuk megoldani, de megpróbáljuk megtenni, amit meg lehet. Jó, ezek most egyébként
akkor ezeket ki is kapcsolom. Majd emlékszem rá, hogy ezek itt vannak. Ajajajajaj, viszont téged nem lehet kikapcsolni? Csak így. Oké, végül is az is jó. Bishopom nem szeret, King Salamonnak hadat üzenhetnék, de nem akarom Magyarországot elfoglalni. Moráviát létre lehet hozni, az viszont egy jó üzletnek tűnik. Több szempontból is. Felvehetünk court physician-t, címeket örökölhetünk, és túl kevés a lovagom. Illetve aktívan zajlik most itt egy választás. Én jelenleg nem tudok választani, mert nem vagyok elektor, szóval ez kicsit megnézíti a dolgokat amúgy, de majd megpróbálunk ezzel kezdeni valamit. Oké, mi a helyzet még itt, amit érdemes megnézni? Inventorimban nincsen semmi, van nekem, rengeteg gyerekem van, és valamiért viszont a testvérem, a player R, lehet, hogy itt más az öröklés, mint amire én alapvetően számítok. House seniority van jelenleg. Végül is nem egy borzasztó dolog, mert így viszont minden egy kézben öröklődik, csak éppen nem a fiam, hanem általában a bátyók fognak nyerni. Most jelenleg úgy van itt az öröklési rendszer, hogy jön a bátyó, jön a másik bátyó, és aztán jön a harmadik bátyó, és aztán unokaöcs, és aztán az én fiam. Az unokaöcsém, az gond. De most ezzel nem nagyon fogok változtatni, tehát hogyha kell, akkor így fogunk örökölni. Hiszen minden ugyanúgy öröklődik, nem veszítjük el a játék idézőjelben azért, mert mondjuk a Konrád kapja meg a trónt, hanem Konráddal játszunk tovább. Ő a player R, ez pedig szerintem teljesen rendben van. Kicsit más hozzáállást igényel, mint az eddigi játékok, de izgalmas, hogy kipróbáljuk ezt a House Seniority dolgot, amihez szerintem még nem volt szerencsém eddig. Jó, el is indítom a játékot, és meglátjuk, hogy milyen kihívások várnak ránk. Hát pénzt amúgy majd kell szerezni mindenképpen, valahonnan. Mert az kell a királyság létrehozásához. Nominate successor. Én tudom magamat nominálni? Én választói fejedelem vagyok mégiscsak? Ja, én mégiscsak választó fejedelem vagyok. És jelenleg én vagyok a Not Next in Line, tehát a második, harmadik helyen vagyok. De akkor viszont kicsit könnyebb lesz az életem ennek fényében. Jó, szuper. Sok a pénzem. 11.3 a bevételem. És már is kapok egy marsalli kinevezést. Végül is a marsalli kinevezés az nem feltétlenül rossz, bár könnyen meg lehet halni a csatákban. De ad prowess, army gold maintenance minus, jó, azzal nem sokat érek, levy size és monthly marshal experience, az utóbbi az, ami szerintem igazán fontos. Udvaromban ilyen emberek lehetnek. Vision of Chiro. Na, milyen szeretnék lenni? Holy Warrior vagy Flexible Leader? A Holy Warrior-t valószínűleg nem fogom használni, úgyhogy akkor már inkább legyen a Flexible Leader, hiszen katolikusokkal vagyok körbevéve, inkább ők ellenük fogok háborozni, hogyha úgy alakul. És milyen jó, hogy szólsz, hogy áttolt a Limited Authority-t, én is áttolnék egyet, méghozzá így. Learn Language. Na, el is kezdtem nyelvet tanulni, és hogy hozok-e külső segítséget. Egy weak hookért cserébe Prince Bishop Eberhard nagyon szívesen segít, vagy pedig pénzért cserébe, de én nem akarok erre pénzt áldozni. Skin power plusz 5, success chance plusz 10. És akkor nem tudom, Bishop nem tud, mit tud kezdeni ezzel a dologgal. 4 évig fog itt tartani a nyelvtanulás, az viszont már viszonylag tartható. És rögtön bele is ment egy háborúba a császárom. Sőt, 2-be. Van itt ez, Norvég inváziója Angliának, és a másik pedig a Norman Conquestje az Angliának, és mind a két helyen Angliával vagyunk? Igen, az egy izgalmas elképzelés, hát jó, legyen. Tudom, örökölhetek, Children Like Guardians, végül is ezeket kiadhatom, hogy hát így neveljék meg a gyerekeimet, ezek csak lányok. És mondom, nem is biztos, hogy amúgy feltétlenül sorra fognak kerülni a fiaim is az uralkodásban, de azért csak optimistán. Hát, ha mégis sikerülni fog. Van sok földem, ugye 5 földem lehet, és 5 földem is van. Limoterice, Boleszláv, Hradec, Czaszláv és Prága, ami azért Prága egy elég jó cucc, 12-es development, és szépen ki is van építve viszonylag. Jó, szuper. Mi a helyzet a kultúránkkal? A kultúránknak talán én vagyok a feje.
De erről ne idő. De én vagyok a feje. Szuper. Na, ezt már meg sem néztem, hogy mi van a kultúrámmal. Ugye ez egy olyan dolog, amiről már volt szó korábbi videókban. A pecses videóban elmondtam, hogy a kultúra hogyan néz most ki. Tehát bürokratikusak vagyunk, ami alapból ad nekünk Monthly Lifestyle Experience plusz 5%, tök jó, és Cultural Fascination Progress plusz 15%, illetve, ez egyiket a karakterek kapják, illetve az a megyék plusz 15% Development Growth. Kelet-szlávok vagyunk, csak férfiak lehetnek harcosok, cseh és szlovén nyelven beszélünk, és csehül nézünk ki, csehül állunk, és 4/6 a tradíció. Mountain Ruralism rögtön az első tradíció, ami miatt Zbrojnos nevű harcosokat fogadhatok fel. A Quarik és a Hill Farmok azok több bónuszokat adnak. Felvettünk Raft Terrain Expertet, aki látta egyébként a streamemet, a legelső streamet hétfőn, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent ez a Mountaineer Ruralism, mert a Tibetben is ugyanezek voltak. Van egy olyan lehetőségem, hogy felvegyek egy commandert, akinek különlegesen az a képessége, hogy nagyon jó a Rough Terrain Expertiket megkapja, illetve plusz 10% Development Growth a Hill és a Mountain területeken. Van itt egy Industrious is, 25 Development Growth akkor, hogyha építünk, azt mondjuk elég jó cucc, viszont plusz 15%-kal több stresszet kapok, és 15%-kal olcsóbb, vagy gyorsabb az építkezés. Van egy Castle Keeper, szóval szeretünk kastélyokat építeni. Bónusz Prestige, bónusz Renown a Castle-nek, jó, ez mind nagyon jó. A rulerek nagyobb az uralkodók nagyobb valószínűséggel építenek Castle-öket, várakat, és olyan épületeket, amik növelik az erőt szintet. Viszont ez meg 10%-kal gyorsítja, vagy lassítja a kastélyépítést, és az árat is 20%-at. Jó ég. Azt hittem, legalább jók leszünk benne, de nem. A Life is Just a Joke viszont nagyon vicces, mert ez meg azt csinálja, hogy ha egy karakternek hadat üzennek, akkor ő veszi is stresszt, hiszen így röhög magába, hogy hát ezt nem hiszem el. Ezen túl a Gregarious, a Contender, a Cynical és a Fickle gyakoribbak, illetve nehezebb őket megfélemlíteni. Oké, király, amint lesz elég presztízsem, majd még adhatunk ehhez plusz 2-t, de most ez nem opció. Ami pedig az innovációkat illeti, jelenleg Arch Saddle az a Culture Fascination, és a Hosted Soldier az pedig az Exposure. Mi lenne, ha a Fascination-t átállítanánk krónika írásra? Bailiffekre? Legyenek Bailiffek. Akkor több területünk lehet. Jó, cool. Na hát ezt is megbeszéltük. És akkor most annyira nem is tudom, igazából olyan háborúkba kéne belemenni, ahol tudunk pénzt szerezni például. Jó, van még egy Dynasty Legacy. Hát nem akarom mindig a Customs-t választani, de valószínűleg azt fogom választani. A Customs az jó, mert akkor tudok ilyen mindenfajta nyelveket tanulni. És ez most elég fontos lesz, hiszen hogyha ismerem egy karakternyelvét, akkor az adott karakter jobban kedvel, tehát nagyobb eséllyel fog rám szavazni. Úgyhogy az lenne a cél, hogy minél több nyelvet be tudjunk tárazni. Jelenleg tudok tanulni, nem derül ki. Én nem bánnám, hogyha kiderülne egyébként, de mindegy, nem derül ki. Amúgy azért sem akartam nagyon belekezdeni egy igazán hosszú achievement run-ba most, mert elképzelhető, hogy jönnek majd olyan update-ek, amik aztán végül is összetörik a run-okat. Inkább akkor jobb egy olyanba belekezdeni, ami se bú, se kerélt, vagy gyorsan végigér, hiszen azért várhatóak megjelenés után egy-két héttel ezek a kisebb patch-ek, amik inkább hotfix-ek, de azok is okozhatnak problémákat. Jó. A testvérem létrehozta a Liberty Faction-t, hát micsoda nagyszerű ember ez a Konrád. És hát most tök sokan vannak amúgy ahhoz képest. Legyen egy jobb kezem, Bohusza akar jobb kezem lenni. Hát oké, legyen Bohusza a jobb kezem. Kaptam egy jobb kezet, tehát ez fantasztikus, tényleg remekül hangzik. És most pedig gyűjtöm a pénzt arra, hogy létrehozzak címeket. Hát Moráviát én most létre fogom hozni. Ettől most kicsit csúnyán néznek majd rám, hogy túlságosan sok a hercegség, a hercegi cím,
amit birtokolok, viszont nem sokára majd ezt csak addig akarom megtartani, amíg nem tudom létrehozni Bohémiát. Ahhoz viszont pénzre lenne szükség, majd esetleg a pápától tudok kérni pénzt, hogyha összegyűlik elég moné, vagyis elég piéta. 250 piéta kell hozzá, most 180-on állok, úgyhogy ez egy darabig még eltart. Meg sem néztem, hogy miket csinálnak egyébként az a tanácsomban lévő emberek. Például te akár rakhatnál egy klémet ide, mondjuk Hohenaura. Leraktam? Nem raktam le. Így. Csak hogy azért mégiscsak legyen valami lehetőség, bár az meg pénzbe kerül, szóval, ja. Nem az igazi. Van itt nekünk egy Foreign Affairs, az jó. Van itt egy Collectex, szuper, és Organize Army, nagyszerű, és Disrupt Schemes, szuper jó. Ah, lejjebb is ment igazából, egyedül csak a... Csak egy valaki, egy darab gróf az, aki benne van ebben a buliban, hogy szeretne inkább... mit is szeretnétek? Csökkenteni a terheket? Igen. A korona terhét akarják csökkenteni, szóval valószínűleg ebből most nem lesz semmi. Mindenképpen szeretném megalapítani a lehető leggyorsabban a királyságot, mert ugye az kell ahhoz, hogy láthassuk ezt a fantasztikus dolgot, a Royal Courtot, és pár achievementhez is kell. Most kifejezetten nem fogok achievementekre menni, de ami így például útba jön, vagy útba esik, vagy szembe jön, azokra meg így igen, és azokra így elég jó rá lehet ne akár menni. Ha történnek események, akkor hát, ha kicsit hamarabb meg is van, összegyűlik a pénz, vagy esetleg összegyűlik a piét, amiből lehet pénzt kérni. Szóval igazából alapvetően mindenki jól jár. Időközben azért megnézem itt a domain holdingjaimat. Tehát ami nem túl érdekes, vagy nem túl érdekes, valamiért az érdekes maradt meg bennem. Szóval nem igazán fontos, az Hradec, mert csak fél aranyat fizet. A második legrosszabb is egy arany felett fizet. Na közben én ellátogattam itt vagy elhívnak egy partiba, ahova semmi kedvem menni, mert az ilyen világ végén van, de menjünk azért. A good duke visits his lesser occasional. Igen, látogassuk meg őket. Nem tudom, miért választanám ezt. Valószínűleg, hogyha mondjuk ilyen magamnak való vagyok, akkor kapok stresszt, hogyha a felsőt választom. 245, 257, szépen gyűlik, ugye 500 forint kell ahhoz, hogy megalapíthassam Bohémia királyságát. Nagyon vicces, mert a Bohém királyság meg a hercegség majdnem egybeesik. Tehát, hogyha neked megvan a Bohém hercegség, akkor azonnal, ha jól emlékszem, meg is tudod alapítani a királyságot is. Hova tűnt? Itt nem volt régen egy... Grand Moravia? Azt elvitte a cica? Nem bánom, mert az borzasztó hely volt, de ez nagyon izgalmas. Lehet, hogy az 1066-os kezdésben más a setup. Nem nagyon olvastam erről, hogy megváltoztattak volna itt bármit is, és most sem látok máshol változást. De itt úgy emlékszem, hogy volt egy Grand Moravia nevű királyság, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Lehet, az nem itt volt. Mindegy. Majd ti leírjátok valószínűleg. Közben nem sokára megnyerik itt a háborút. A védekező felek, tehát Harold megvédi a földjét. Nagyon érdekes, mert eddig akárhány ilyen próbaránt csináltam, mindegyikben sikerült megvédeni a földjét, úgyhogy lehet, hogy ez az update-tel változott most meg. Petíciót küldhetek, vagy mehetek petícionálni a Leashez, valamit kérni tőle. Ez mibe kerül? Nézzétek, milyen király dolgokat lehet tőle kérni. Kérhetek helyet, settled, tehát ezek gyakorlatilag most nem elérhetőek, de meg tudjuk nézni, miket kérhetünk tőle. Tehát kérhetjük, hogy rakjon be minket a tanácsba. Közben menjen az idő. Kérhetjük, hogy segítsen az adósságban. Adjon nekem claimet, adjon át claimet. Szedje szét az egyik frakciónkat, ilyet meg tud csinálni. Enforce-olja a békét, adjon military assistance-ot. Küldjen Bailiff-et, hogy kontrollt növeljünk, segítsen átállítani a területeket, jöjjön el hozzánk, ezt nem is akar eljönni. Ja, azért, mert a pop-opinion-t lehet vele növelni, erősítse meg a határainkat. Ezt nem tudom, mit jelent pontosan, Fortify Borders. Ja, nem is nagyon tud segíteni. Urbanize County,
az pedig City Holdingot építsen, Underwrite Temple, Temple Holdingot építsen, lehet a Fortify Border az, nem tudom egész pontosan mit jelent, és Resettle Subjects, Transfer a Fraction of his Capital Population to your own population, az mit developmentet tud átküldeni, hogyha ezt megkérem szépen. Hát ez nagyon izgalmas. Mit eszembe? Én viszont developelek egy kicsit, vagy nem? Pont nem nyomtam rá, nem is baj. Mert itt közben esemény van. Ugye ez a nyelvtanuláshoz kapcsolódik. Jön hozzám Bohuse, hogy hallotta, hogy nyelvet tanulok, és az ő apja egy kereskedő volt, és meg tudott tanulni bármit, amit akart. És el akar nekünk adni egy manuált, ami segít nekünk, Learns Language Scheme Power plus 4, 90 aranyba kerül, vagy pedig megpróbáltam lealkudni, de igazságos vagyok, szóval az nem menne, és megpróbálhatom ellopni tőle, de igazságos vagyok, szóval az nem menne, vagy pedig csak simán azt mondom, hogy hagyjon békén. Jó, legyen, kifizetem a 90 aranyat, és már is megkaptam az inventory-ban World Language menüt, amit így fel is raktam a trinketek közé, és már is jobban megy a nyelvtanulás. Kevesebb lett a pénzem, de ez azért nem aggaszt most borzasztóan, mert, és közben meggyorsítottuk még jobban a tanulást ezzel a perkkel, amit megvettem. Szóval azért nem aggaszt borzasztóan ez a dolog, mert a pénz vissza tud jönni, ugye ezt kezdtem magyarázni. Tehát a pénzből most veszítettünk, viszont ez visszajön. Csak kicsit elodáztuk azt, hogy legyen egy saját udvarunk. Viszont így a jövőben, ha nyelveket akarok tanulni, akkor ez mindig ott lesz, ez a könyv, és tud segíteni. Sőt, továbbadhatjuk a gyerekeinknek, meg a gyerekeink gyerekeinek, meg a gyerekeink gyerekei gyerekeinek. Én most nem kérek fabrikációt mégsem rá, mert most ugye össze kell gyűjteni az 500 forintot, hogy meglegyen a királyság, és meglegyen vele a trón szoba is. Azt hiszem, senkire nincsen semmilyen claim, kívül a magyarokat. You can engage an alliance with Konrad. Konradnak, ja, Bruno, aha. Jó. Kingdom of Bohemia, igen, nincs elég pénzem. Tudok-e, még Pieta se gyűlt össze, elég sajnos. De dolgozunk rajta, dolgozunk rajta, semmi probléma nincsen. Azokat nézem, hogy kik ülnek a tanácsomban, például te sokkal jobb lennél bármi másnak, mondjuk az ő helyére. Te viszont nem lenni jó semminek. Te még annyira sem, te meg nagyon jó Stuart vagy, jó, akkor mindenki marad a helyén. Egyedül a Stuart van az, aki nem nagy hatalmú vazallus, de hogy ő neki amúgy elképesztően jók a számai. A sudden shock, oké, megint a lóval van probléma, vagy hát most először lóval van probléma. Megpróbálhatom meglovagolni, vagy pedig inkább leugrok róla, az a biztos. Szerintem én most leugrok róla. Hát az a baj, hogy Wrathful vagyok, szerintem a Wrathful karakter nem ugrik le a lóról, csak úgy. 40% az esély, hogy nem sérülök meg. Jó, megsérültem. Úgyhogy itt az ideje, hogy felbéreljünk egy udvari gyógyászt. És hát a bishopom lesz, aki nem zseniális benne, de hát legalább megpróbálja remélhetőleg. Legalábbis remélem, hogy megpróbálja. Milyen pozíciók vannak megnyitva? Antikvárián, azt nem igazán csinál most semmit. És sikerült megtanulni a nyelvet. Jaj, de jó. Megvan a High German nyelvtanulás. Ez amúgy könnyebben ment, mint amire számítottam, úgyhogy mehetek is homást fizetni. Meglátogatom az uramat. És mit viszek magammal? Várj, mi? Demonstrate submission, promise favor, increase obligation, bestow gift. 95 arany? Hát én azt mondanám, hogy én nem viszek semmit magamban, ez opció. Contract obligation. Jó, legyen az, hogy nem viszek semmit magammal. És itt is vagyok, közben ezt le kéne kattintani, igaz? Csak óvatosan. Szóval itt vagyok a császárom előtt, közben már felment 6-osra a szintje. És kapok 25 renown-t, 35 prestige-et visszakapok, és jobban kedvel 10-zel a Heinrich. Ja, milyen kis kölyök, hány éves vagy te? 19 éves, basszus. Hát ez nagyon király volt, úgy örülök, hogy ellátogattunk oda.
És haldoklok. Wait, what? Miért? Miért haldoklok? Rosszul sikerült a gyógykezelésem. Oh boy. 3 éve tart ez a mentés, vagy ez a let's play, vagy akármi is ez. És nem jól alakulnak a dolgok, az a helyzet. Mindegy, mert ha meghalok, akkor átveszi az öcsém, tehát hogy se bú, se kár bizonyos szinten. De azért mégiscsak csúnya lenne meghalni már is most, nem? Van még active election amúgy? Még mindig 3. vagyok a rangban. Wow, oké, azt hiszem ez ilyen rekord volt most így. Egy rész alatt meghalni, szerintem ilyen még nem volt. Most már ilyen is van. Hát remek volt. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk a következő részben. Sziasztok!